Jó napot kívánok! Kis hangpróba, ennélkül is hallanak engem? Ott föl? Jaj, de jó! Annyira lekött, nem tudok kibontakozni. Hát egészen megható, köszönöm szépen a meghívást, és azt nem hittem volna, hogy még a csilláron is lógnak, úgyhogy ezt külön nagyon szépen köszönöm. A fiataloknak meg külön arra, hogy lehet, hogy kötelező volt, hogy egyet eljöttek, remélem, hogy nem fogják megbánni. És a felnőttünknek mondanám, hogy ezt most tudtam meg, hogy rengeteg középiskolásunk is lesz, úgyhogy én nekik inkább adnék tanácsokat az állásinterjús kapcsán is, tehát az ő rájuk fogom jobban kihegyezni, ha nem haragusznak. Az élet elején vannak, még segítsük őket egy kis pár tanácsa, mondanám. A Görög Ibolyának hívnak, hát az, hogy hány éves, meg hány kiló, az most nem fog kiderülni, mert csak másfél óra hosszán van, de egyébként kiszokott előbb-utóbb. Az viszont mondjuk elmondanám magamról, hogy nagyon-nagyon régen, 87-től 99 márciusáig miniszterelnöki protokollfőnök is voltam, 7 miniszterelnököt szolgáltam, hát ők lettek akkor gyorsan, nagy volt a fluktuáció. Szóval azóta egyébként 99 óta felnőtt képzéssel foglalkozom, elsősorban felnőttekkel szoktam foglalkozni, és rengetegen szoktak hál' Istennek tanácsokat kérni, és én azt szeretem, mert akkor úgy érzem, hogy érdemes élni, hogy tudok még segíteni valamit. Ennek egyik jele, hogy én megadom az itt a honlapom címét azért, mert a honlapomon van e-mail cím és telefonszám is, és mostantól engem bárki bármikor megkeresett. Ráadásul a honlapomon fenn van a teljes anyagomnak a teljes PowerPointja, tehát az egész diasor fenn van, utána lehet mindennek nézni. És hogy nyugodtan írjanak nekem, egy-két, hogy miket szoktak kérdezni, bátorításképpen mondom, mikor azt kérdezte meg egy férfi, hogy kedves Ibolya, ha a kezem egy zsebre dugom, előrefele álljon az zakó, vagy hátrafele álljon az zakó, hát mondtam, ne dugja zsebre a kezét. De az is jó volt, ezt a felnőttek meg inkább értékelni, azt kérdezte meg egy férfi, hogy úriember a szandálba húz ez oknit. Hát mondtam, úriember nem húz szandát, legfőjebb, ha nyarol a vízparton, akkor meg nincsen benne az okni, de legalább megkérdezte, tehát bármit lehet kérdezni. Egyébként tényleg nagyon sokan Facebookon is nagyon sok kérdést kapok, hál' Istennek, úgyhogy ez nekem öröm, ne fogja vissza senki magát. Mindjárt az első kis tudnivaló, nulladik tudnivaló, hogyha nekem küldenek egy e-mailt, és én 24 órán belül nem válaszoltam, akkor nagy valószínűséggel meghaltam. Mert az e-mail elküldése az nem kommunikáció. Bemegy abba a nagy hálóba, ott kering le meg föl, a válasznék az egy jó nagy semmi. Egyszer voltam egy cégnél, imádom kimondani, hogy a Samsungnál, és a szervezőnő ez a szőkenő. És a szőkenő az nem hajszín, hanem állapot. Mondom, hányan leszünk? Hát nem tudom, kiment az e-mail mindenkinek. Mondom, hányan leszünk? Hát kiment az e-mail, tovább nem beszélgetünk. Tehát szokják meg, korrektség, hiszen akárhány szakma, akárhány területre, vagy ahova majd mennek is, rengetegen helyezkednek el, ami az bennünket ki tud emelni, az a korrektség. Hogy nem csak, hogy még okos, meg tanult, hanem még korrekt is, tehát szokják meg, levelet kapnak. Levelét megkaptam, jövő kedden válaszolok. Mindjárt menjen valami, mert különben tényleg az csak kering a levegőbe. Nos, amiért én jöttem, azt arra szeretném, így szoktam így hirdetni a tant, ilyen lobogóval megyek az országon végig, hogy az európaiság mennyire fontos, hiszen együtt élünk a földkerekén. Az egész emberiség együttélésének nyilván kellnek valami közlekedési szabályai, hogy kell köszönni, stb. Mert ha ezt nem tartom be, az egy nagy káosz lesz. Ezt azért mondom el, mert sajnos az emberiségnek a nagyját most ebből a Spock könyvből nevelik, ugye a Spock professzor könyve, már vagy 70 éve. Hát szerintem a pesti sárvány az mérhető a hatása, mert a Spock könyv azt mondja, hogy majd megjelenem a professzor a halálos ágyán Amerikától, ezért a könyvér elnézést kért csak. Azt írja a könyv, hogy gyermeket nem szabad fegyelmezni, a gyermek egyénisége teljesedjen ki. Na, ez teljesedik, bontakozik, belép az életbe, azt mondja a cselédség meghunva. A felelős szülő pont azt tudja, hogy köszönj gyerekem, ha belépsz. Ettől egyénisége nem sérül meg, de befogadják. És ezt a fiataloknak mondom, hogy higgyék el, kedveseim, így bepattanni nem lehet az életbe, hogy jöttem, Jézusom, kit vettek már föl meg én, Atya Mária. Meg fogják utálni, de hogyha tisztességesen köszönök, kérdezek, befogadnak, és annyira helyes, és mivel befogadják, és a tényleg valaki, tényleg egyéniség, villámgyorsan ki is emelik. De így nem lehet rápattanni, mert az menjen szobrászművésznek, vagy kecskepásztornak.
Nos, az európaiság, ez a rendező elv. Az európaiságot az is tudja, aki erről nem hallott, még harangozni se. Mikor a kocsmában a két férészek fölkönyököl szociálisan alul kultúrát, és a másik leköpje a tökmagot. Azt mondja, figyeld már, ez milyen bunkó. Az, hogy ki a bunkó, az is tudja, aki egyébként. Vagy ugye, ezt inkább a hölgyek tudják, hogy állunk a szatyrokkal a buszon. Én nem tudom, ez a női metamorfózis. Mindig szatyrokkal megyünk haza. Hova lesz, nem tudom. Állok, a gyerek ott ül, néz kifelé, lehajtja a fejét és elvörösödik, de nem adja át a helyét. Mivel elvörösödött, van remény az Európai Unióra, mert valahol ő tudja, hogy neki át kellett volna, csak nem adta, de tudja, hogy át kéne. Tehát ez mindenkiben benne van. Ami ennek az egyik veszélye, az amerikaiság. Mama, az egész világon American, az nagyon a tuti Amerika. Már Hongkongban is, zsebbedugott kéz, rágógumi, de előgumi és baseball sapka. Hát én nem tudom, de lányok, megáll velünk szemben egy férfi zsebedugott kézzel. Ráadásul így profilból. Nem megindul bennünk, hogyha velem beszélsz, vedd ki a zsebedből a kezed, nem? A rágógumi, ebben meg a manifestálható a kultúrák közti különbség, mert Amerikában azt mondják, hogy pH értéke van, meg tisztítsa, ugye kétsével merikesége. De az európaiság miért nem visel, az európaiság azt mondja, mindenkinek ez a belső hang, hogy aki beszél, az nem eszik. Tele szájjal, ne beszélj gyerekem. Ő meg a rágóval a szájába, telefonban, hogy csattant is, és akihez beszélnek, annak se élik elni. Tipikus példa, leülnek a tárgyalófelek egymással szemben, szemkontaktus és tárgyalók. És ki van téve egy tál frissen sült pogácsa? Tetej egy piros posgás meg, a kömény magszarvak is állnak rajta föl, szét is dőtt. Én ezt kizárom, én csak tárgyalok. De az illata meg jön. És én, aki tárgyalok, nyilván nem mondom, hogy ne haragudjon már, ezem én egyet, amíg meleg. Akihez beszélek, az se kezd lenni, mert beszélek hozzá. De ő is érzi. És akkor a határidőket, akkor ha egyeztetnénk ezzel a puffelájul mindenki. Tehát olyankor nincs ennivaló. Egyszer mentem egy tévébe, szétszed a média, na hagyjuk. És ott vártam az adásra, és odajött egy másik műsorvezető, egy fiatal férfi, szimpatikus, okos férfi, hogy már milyen rögött meg ismerkedni velem, meg hogy mennyire örül, hogy lát, mondom, akkor meg miért rágózik. Obama is rágózik, mondom, engem az nem érdekel. Nos, a fogalmakról csak nagyon minimálisat. A viselkedéskultúra az a napi kommunikációnk szerves része, az reggel, délbe, este mindig van, grófiknál még éjszaka is. Ezt minden népcsoport, minden kultúra saját magának kialakítja. Sokszor egy-egy faluba is másképp kell köszönni, tehát kialakulnak ezek a belső szabályok. Az európaiság azt mondja ki, hogy a befogadó kultúrát tisztelem, ahova megyek, ott alkalmazkodom. A protokoll az már valamilyen szempont szerint irányított szervezett mozgás, üzleti protokoll, diplomácia protokoll, az már rendezett, és az az egész világon egyforma. És az érdekessége ennek a protokollnak, hogy az ettől való eltérés is jelent valamit. Tipikus például a zászló kihelyezése. Hát én az egész országot járom, és sokszor örjöngök, hogy nem jó van kitéve. De azt tudja mindenki, hogy a protokollban a jobb oldalam a főhelyem, a jobbomra veszem, jobbom a főhelyem, tehát a magyar zászló jobbjára kell kitenni. És nem úgy, ahogy látom, hanem én vagyok a magyar zászló, így jövök kifele a falból, és nekem a jobbomon jön ki az EU, tehát a magyar zászlónak a jobbján. És ugye ez mit jelent, ha nem így van? Annak idején, mikor dr. Schmidt Pál volt az elnök, hogy az a sétálós újévi beszéde, hát ilyenkor ráragadok a képernyőre, hogy hol van protokollhiba, mert az én legszebb öröm a kár öröm, és nem találta meg a zászlót. Hát mondom, azt hittem tagok, vagy végül volt egy ajtófélfában fordítva. Az meg mit jelent, hogy akkor a Sándor palotában lakott Barózó, ugye az akkori főbiztos, akinél ott volt valami magyar vendégségbe, tehát más jelent, ha a sorrend nem ilyen. És az állami jelképeinkkel mit tudnak csinálni, ez egyetemnek valami nem tudom meg, nek a megnyitója, már önmagában a sorrendiség is fura, de ha ezt megnézik konkrétan itt, ez egy konkrétan egy mexikói zászló. Hogy aki ezt felhúzta így, nem nézte meg, hogy jaj, mit húztam fel, na jó van. Hát erről meg inkább már nem mondok semmit. Tehát ez az maradjon azért tényleg egy ilyen tavalyi a kép, tehát nem túl régi tavalyi a kép.
A harmadik az etikett, a viselkedéskultúra protokoll etikett. Etikett mindig ez a nagyon túlszabályozott, nagyon ceremoniális. Hétköznap ilyen nincsen, mert bele lehetne pusztulni. Egy esküvői ceremoniának etikettje van, a lakodalomnak meg viselkedéskultúrája. Mondjuk egy darabig. Nos, a viselkedéskultúra és a sikerorientáltság, hogy győzzek, hogy az állásra engem felvegyenek, hogy meggyőzzem azt a másikat, kettő ábrán szeretnék végigmenni, remélem lesz rá időnk. Az első ezzel a figurával indul, és a pozitív az kifejezés. Miért kell ez? Kamaszjányoknak mondom, hogy ezt higgyék el nekem, hogy így van. Azért kell, mert egy kommunikációban ugye mi a cél, hogy a másikat meggyőzzem, rábeszéljem, állásra fölvegyem, valami pozitív célra indulok neki, és ki az, aki engem meg tud győzni, akit előtte érzelmileg elfogadok. Nem kell ilyen big love, meg izé, csak szimpatikus vagy nem. Bemegyünk, hát lányok, egy hentes, az ott áll két hentes. Egyik ilyen keskeny csípejű, szügyik kigombolt. A másik egy kövér pirossorú bácsi, hát valljuk be női gyengeség, míg én is. Hát a keskeny csípejűnél kezdtem, hogy friss ma a karaj. Friss. Azt mondja az a kövér pirossorú bácsi, hogy kis kiszasszonka, csókolom, nézem már meg ezt a karajt. Reggel ez még röfögött, csókolom. Hát melyiktől vesszük meg, nem? Egyértelmű. Szóval az a baj ezzel, hogy ez nem, nem az a divat most, hogy olyan érdekes arca van, ilyen megcsinálsz, hogy ilyen... Hát én nem tudom, fiúk, egyszer-kétszer neki mennek, aztán nem, már nem érdekes. Vagy ez az ilyen, jaj, de fáj a fejem. Mit csinálunk? Adunk neki egy gyógyszer. Tovább mit? Vagy ez a, jaj, de fáradt vagyok. Ha menjék haza. Az emberiség egyik felén nem azért van, hogy a másikat állandóan dajkálja. Ez egy, a selfie világában ez egy téveszme, hogy mindent magamról fogjuk, mert ez a kutyát nem érdekli. Mindenki saját maga érdekel, gyerekeim. Az, hogy én hogy nézek ki, legfeljebb arrébb megy és kész, lök egy lájkot, és csokra annyi volt. Tehát a pozitív az. Na most ez nem jön magától, ezt még fiatalon nehéz elhinni, de aki már elmúlt 40, az tudja, hogy miről beszélek. Mondjuk én ma reggel 4:30-kor benézek a tükörbe. Kihívás, mert ha úgy jövök el, már a járdán lelöknek, ezzel otthon kell csinálni, ezt nem lehet megvenni a bódba. Otthon kell ezt elérni, mondok egy-két csodaszert. Hát nyilván zuhanyozás, ez az, hát higiénáról nem akarok beszélni, mondjuk büdös ember az EU-ban nem kap vízumot. Utána a női csodaszernek az a neve, lányok, hogy alapozó. Aki nem szeretne sminkeljen, azt mondom, nem kell, de amikor össze vagy karikás, ilyen az egész. Ez a hidatáló kis színezett krém, az ember úgy szépen vékonyan fölkeni. Kisimul az arc, szemöldök, az uraknak is kell. Emlékeznek urémre a Leonid Iljics Brezsnyevesre? Miért kell a szemöldök? Mert mihelyt én az állásinterjúra megyek, az üzletpartneremmel beszélgetek, ügyfélel, mihelyt a munkámnál fogva lépek föl, abban a percben nem a férfi a győztes és nem a nő, hanem a tanult ember. A tanult embernek hiszem el, hogy tudja, hogy egyáltalán tőlem mit kérdezek. A tanult embernek hol jön ki? A homlokon. Hát nekem gyengéim a kopaszodó férfiak, őszintén megmondom, hogy az ész helye. Mikor egyik-másik képviselőnk úgy befésülte, és akkor ilyen, keressük Petőfit. Vagy amikor karikatúrán látjuk azt a szőkenőt, ide bezuhan a haja, hajam van, agyam nincs. Tehát inkább, minél inkább a homlokomra ide kell tenni a figyelmet, mert ezzel a résszel fogok győzni. Na, férfiak csodaszere, mert a férfiak se úgy ébrednek, mint a friss hangvas őszi barack minden reggel. Egész éjszaka interneteztek, vagy csapatépítés. Ez zuhanyozás, és a tanult ember szerepben egy friss fejmosás, egy másfajta öftörség, és minden nap meg kell borotválkozni. Ha arcőrzet lássam, hogy azt mellette ápolja, ugyanis típusban van ez a műborostás dolog, ami nem borostássá válik, hanem nyírja vissza, hogy hamámatat miért nem vágja le. Ez a műborosta egy nonverbális jel, ez a latin szerető. Ez a banderászék kezdték el, hogy nonverbálisan sugalják, hogy olyan éjszakán volt. Nem volt időm megborotválkozni. Én egy ilyen műborostásat magátok, keresem mindjárt az aranykarláncot, mert szervesen összefügg, és nem mondok neki hosszú szavakat. Tehát máshova rakom be. Meg hát nézzük hát a nagyjainkat, ugye eleinket, már látjuk 20 éve őket. A férfiak, ahogy öregszenek, ez Kállai Ferenc színművészünk mondta, Isten nyugosztalja, hogy a férfiak fejre híznak, olyan kammacska fejük lesz.
Ugye elfogy a nyaka, és ide bekammacskásodik az egész, és ez ne látsz, hogy jól ráenged, hogy hát, ha majd ettől a borostától nem látszik, ez még egy abászalonna jelege. Tehát, persze, fiatalon a fiúk ma alig várják, hogy legyen egy kis borostájuk, de azt lássam, hogy az mellette meg van dolgozva, tehát az ápoltság. Egyenes derék. Nagyon fontos dolog, mert ez a ilyen... Hát akkor maradjál oldalt. Egyenes derék, megyek és győzök, nem? Egyenes, borzasztó fontos. Lányok, nem baj, ha ilyenkor látszik a két mellünk, mert kettő mindenkinek van. Hát három mondjuk, az már tényleg ciki. Egyenes derék. Na, az első, ez a fémoteles intim zónaburok, és ebben nem szeretjük, ha valaki belejön. Amikor valaki közelebb áll, akkor hátrálunk. Ő megjön utánam, ugyanis vagy szemhibás és nem érzi, vagy olyan kultúrkörből jön, erősen katolizáló, vagy iszlám, ahol lesz szokás, tehát ne hátráljunk, hanem rosszabb esetben egy ilyen félrefordulás, de ezt nem szeretem, mert nagyon csúnya látvány, a szuper A4-es mappa, erről még majd mondok egy pár szót, különösen a felnövekvő gyerekeknek, A4-es mappa, hogy isteni, ennélkül egy lépés nem megyünk sehova se, és akkor innen fogja védeni. Hol van ennek szerepe? Ha nekem le kell ülnöm egy tárgyalóasztalt, vagy egy elnökséget meg kell csinálnom, akkor a szék középtől a következő szék közepéig 70 centinek minimum meg kell lenni. Mert mi van, ha nincs meg? Sokszor látjuk a tévében, hogy alakul mindenféle új párt, meg mozgalom, és akkor kiülnek, hogy még én is, itt a tévé, még. És ahogy leül, mivel nem fért el, átmegy ilyen kockacukor a dobozba. Átlag ember ilyenkor mit csinál? Hátradől. Így meg már nem elnökség, csak bejöttem egy sörre gyereket. Akkor az elnökség, ha fenn van a kezem. Így meg ilyen, hát csak itt el vagyok gyerekek. Tárgyalásnál, vagy étkezésnél meg a 80 centikkel, mert a kezünk is jár. És ilyen falusi lócsárság, amikor 40 centink van, és a mellettem ülő elmegy táncolni, mi az első mozdulatunk? Hogy elfértem? A másik, amikor találkozik két ember, megállunk egymással szemben, milyen messze. Tegye már meg, hogy felszalad nekem ide, jó? Egy perc, legyen olyan kedves. Magának könnyű oda fölé. Milyen messze állunk meg? Ha én itt állok így meg, de ne essen le. Szegényként már ment volna, persze, hogy zavar, köszönöm szépen. A kétszer fél méter, meg ez a... Majd beszélünk, olyan semmilyen se, igaz? Ez a 60-70 centi, ez még elviselhető. Köszönöm szépen. Ott van ez a burok csak belappat, mindenki vigyáz rá, kinek van joga ezt fölvágni, ki nyújt előre kezet. Hát aki a fölé rendelt, ki a fölé rendelt? Ugye Európaságban a férfivel szemben a nő fölé rendelt. Nem az egész világon a nő a fölé rendelt, vannak ilyen himsoviniszta közösségek. Például a legrosszabb ebből Korea. Koreában, hogyha egy férfi felszáll a buszra, a nők átadják neki a helyüket. Az, hogy most Dél-Koreában női elnök volt, az számomra a science fiction, de szerintem nekik is, mert már éppen most olvastam, hogy már leváltották, csak mondom. Hát az alárendelt kezdi, azt mondja az alárendelt, hogy jó napot kívánok, Szabó Dávid vagyok, és urak, nem nyújtja a kezét. A nő mondja azt, hogy jó napot kívánok, Görög Ibolya. Ha nekem egy férfi előre nyújt, akkor a kezére nézek meg vissza, és elfogadom, mert ha nyújtják felém, és nem fogadom el, az oly mértékű sértés, hogy a kocsmában a bicska pattan a zsebbű kifele. Tehát alapszituációban a férfi mutatkozik be, és a nő nyújt kezet. Ez akkor módosul, hogy azonos szervezeten belül a férfi sokkal magasabb rangú. Azért mondom, azonos szervezeten találkoznék, hogy hirtelen egy miniszterrel, én nyújtanék előre, mert én nem a minisztériumában dolgozom. Tehát azért mondom, hogy a szervezeten belül. És a másik, mert akkor fölé rendelté válik, a másik az fontos tudni, és állásinterjún megint fontos tudni, kivétel nélkül mindig a fogadó fél nyújt elsőnek. És mindegy, hogy férfi vagy nő. Mindegy, hogy milyen rangú. Mit tudom én, Szili Katalin volt házelnök, most kormánytanácsos. Lemegy, mit tudom én, Békés-Szentlászlóra a polgármesterhez. A polgármester nyújt, mert én fogadlak. Mindig a fogadó fél nyújt elsőnek. Amerikai porszívó ügynök jön már úgy messziről. Tehát meg kell várni, mint a fogadó fél nyújt elsőnek. Mi van akkor, ha ő nem nyújtja? Egyáltalán, gyerekeim, hogy kell bemenni valahova? Mondjuk állásinterjúra. Állok a folyosón, hogy... Ó, jaj, de kínos lesz. Na, mindegy, bemegyek. Jó napot kívánok. Mi mentem be? Azt mondom a folyosón, ez most nagyon kínos lesz, de nem baj, Demjér Rózsi is megmondta, ma lesz a holnap tegnapja. Ez az állás nekem pont jó lenne, okos vagyok, van róla a papírom is, győzni jöttem.
Jó napot kívánok! Amíg ezt kimondom, meg kell keresni, ki a szobagazdája. Hát egy titkársági helység feltehetően mindig a bejárattal szembe levő íróasztal a főtitkárnő helye. Ha meg csak egy van, akkor az ahol éppen van az. Tehát bekopogok. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Görög Ibolya vagyok, ezért meg ezért jöttem. Hát elejti a körömlakkot, majd int, hogy menjek be, bemegyek, ott már ülnek, állnak 6-an, 8-an. Kihez menjek oda kezet fogni? Nem az én dolgom. A 4-es mappa rajta lazán a kezem, hogy ne így maradjak itt, ha nem így. És ránézek mindenkire. Jó napot kívánok, az interjúra jöttem, Görög Ibolya, jó napot kívánok. Tehát ránézek, szemkontaktus, és majd valaki nyújt, de ha nem nyújt, akkor sincs semmi baj, mert a kapcsolatfölvétel része nem a kézfogás, hanem a szemkontaktus. Aki nem néz rám, az nincs ott. Még a politikuskám ugye lemegy a nép közé, és a következőt nézi, ismerik ezt a kézfogósan. Én ilyenkor megszorítom, visszanéz, elengedem, mehez szabad. Tehát rá kell nézni. A szemkontaktus mennyivel fontosabb? Például a folyosókon, és ezt megint mondom a felnövekvőknek, egy új munkahelyen folyosón köszönni kell. Mert hogyha nem köszönök, ráragod egy ilyen csontbrigádos rejtőjelős rejtőt, az új, aki nem köszön, és ez nem kopik le évekig se, tehát köszönni kell. Most ebben a férfi köszön a nőnek, fiatal az idősnek, de 49 embereket tanítsuk meg köszönni. Hát ugye én 7 miniszterelnököt szolgáltam, a kabinet irodája munkatársak az 6-szor váltott, és jöttek az újak, és mentek a parlament folyosóim, mint a vakegér. Én megmondom, köszönni csak kéne. Új fiatal kollega jön, én mondom, hogy jó napot kívánok, jó napot kívánok, még vissza nem köszönt, legközelebb már 10 méter között. Vagy ha nem fogadja, mert nem fogadja, 20-szor nem fogadja. Van egy ilyen axióma, hogy a vállalati jogász nem köszön. Nem tudom. Ha 20-szor se fogadja, akkor nem hagyom abba, köszöngetek, és ha nem fogadja, és találkozunk mondjuk a büfébe, vagy valahol, azt mondom, de arról ismerkedjünk már meg, próbáltam már önnek köszöngetni, engem Görög Ibolyának hívnak. Embereket meg kell nevelni, rá kell, és ha már köszönjünk gyerekeim, akkor nem az a... hanem jó napot kívánok, azt leartik, ha fogom magam, akkor már azt mondjam ki. Na, a férfi az mindig föláll készfogáshoz, a nő pedig ahhoz képest, hogy milyen minőségemben vagyok ott. Ha csak simán nőként, akkor felnyújtom a kezem, hogy pá, ha meg a tanult ember, aki nőből van, akkor meg megemelkedem. Tehát ebből tudja a fiú, hogy mondja-e mindenkünk hosszú szavakat, megemelkedtem vagy nem emelkedtem meg. Tehát a szemkontaktus erőltetni. Asztalon keresztül derékszögbe így, doktor, ráfogadom. Nagyon mély alárendeltség. Na, van egy olyan típus, már kihaló félbe, amelyik föl se néz, az ilyen... Nos, ha ilyenkor elfogadom, akkor engedem, hogy engem itt alázzál meg. Tehát mit kell csinálni? 5 centire nyújtom a kezemet párhuzamosan, és ez elkezd keresgélni, és fölnéz. És ha fölnéz, megvan a kapcsolat. Meg van egy terjedő, ez még velem is elő mert fordulni. Azt mondja, foglaljon helyet, ezt befejezem, foglaljon helyet. Én meg megállok az ajtóba. Én nekem, te ne integessék a lambom. Azt mondjuk, ne haragudjon, helyet foglalna, még ezt befejezem, köszönöm, és visszamegy, az rendben van. De ez nincs rendben. Ugyanis megalázni soha nem hagyom magam. Tehát aki integet, akkor állok, aztán majd nézzé föl. Na, ha már készfogás, ez emberről egy rossz készfogás mindent elmond. Ilyen kis hideg, vékony ez a kis... Alacsony a vérnyomásom. Hát ez már majd megy táppézre is. Egyenes kar, csípőmélység nyújtom, és a hajlatig be kell tenni a közöttet, nem csak így a végét megfogni, be kell tenni, át kell fogni, kicsit meg kell szorítani, és meg kell rázni. Ha nagyon megszorítja, akkor nem kezdem azt, hogy jaj, de erős keze volt, mert akkor már orrba is vágtam. Európaiság miért nem negatív, és még nem, miért nem vág oda? Mert ha oda vágok, a másik becsukódik, mert rosszat hal, és soha többet nem tudom meggyőzni. Ilyen meta módszerek vannak. Ha nagyon szorítja, elmozdítom. Vagy lenézek, meg vissza, akkor már elengedi biztosan. A uraknak mondanám én, hogy ezt nézzék már meg, mert nagyon sok férfi embernek szokása, hogy ezt a mutatóját ide be... Ez a betapper, ez. Hát... Egyszer egy szállodában voltam, munkatársának ratottam, és a végén az igazgató lejött elköszönni tőlem, és így becsukló. Mondom, ez én már öregasszom vagyok.
Azt mondja, ő Amerikába úgy tanult, ez a bizalom jele. Mondtam, nem. Tehát vigyázni, nem átmenni a csuklóvonalán. A késcsók, amivel a késcsók nagyon jön vissza, európaiságban normálisan része a kommunikációnak. Azt kell tudni róla, hogy nem a férfi-nő kapcsolatban alakult ez ki, hanem a tiszteletnek a jeleként a spanyol udvarban annak idején, amikor a főnemesek gazdagabbakká váltak, mint a király, az egész királyi etikett azért épült ki, hogy jelezze, hogy attól a király a főnök. És a király minél mélyebben tartotta, annál többet kellett hozzá hajolni. Ebbe a tiszteletadás a lényeg. Hát franciák vittek bele, hogy férfi, nő, meg kis csukló, meg ilyenek. Kontinensen nem ment túl, Nagy-Britániában családon belül sem szokás. USA-ban hát ott ám még börtön is járna érte. Ha meg valaki egy japán nőnek kezet csokol, azon ő hirtelen meghal. A férje meg harakirit követel. Tehát ne. És a lényeg ennek, hogy tiszteletre méltó nő uraim, anyósuk. Vagy a barátnő nagymamája, tehát műfaj. A kezünket mi nők mindig kézfogásra nyújtjuk. A férfi úgy dönt, hogy tisztelete jelöl, megcsokolja, és a férfi, mindig a férfi fordítja. És ilyenkor, hogy ugyan hagyja, nem kell már. Nem éri meg maga, ez már egy kaland, erről lehet itten beszélgetni. Én azt mondom, hagyod, hamarabb szabadulsz. Megemeli maximum a nő mellé, így emeli, jegyzem meg egy kézzel. Nem kell kettővel, mert annyira nem nehéz. Egyel fölé hajol, és ajkaival nem érinti meg. Úgy mondanám, hogy egyetemistáimnak úgy szoktam mondani fiúknak, hogy a rápuszika, az ma a petting része. A fölé hajlás meg a tiszteletnek a jele. Na most ugye európaiság azt mondta, hogy a helyi szokásokat tisztelni kell, tehát nálunk hajdani monarchia, Ausztria, Magyarország, szlovák, román, szerb, vagy a francia gyökerű lengyel, orosz, ott nem ússzuk meg, ott cuppangat. Hosszan akkor nem, akkor kell törüggetni, lányok, meg kell várni, míg elfordul. Ha meg már ide viszi is föl, mert ez gyakori ez a műborost aranykarlánc. Azt a kis-kicsi kisztihangyát csókolom, édes oson, akkor az ember résem van nyújtom, és szerintem magasztanom a felsőkaromat befeszítem, hogy akkor legalább hajolja. Ha mégis fölrángatja, mert én meg vadul szemez, akkor meg ne nézzünk oda. Ez a legej, lovam legej. Tehát ha már akkor a föléhajlás. Ezt a neten találtam, itt még itt így meg is fogdolódza ilyen hú-hú-hú, simusiba. Hát én nem tudom, de itt én szerintem 20 éve volt valami, szóval ez magától nem jön így össze. Tehát a fölé hajlás. Egyébként, hogy mennyire zsigerben az európaiság, mondtam, hogy mindenkiben több száz éve épül. Én Pesten Kőbányán lakom, hát nem a Rózsadon maradjunk ennyibe, ilyen alsó középosztály tisztességes emberek. És hogy Ibike drága, lát, hogy a miniszterelnök úr hogy megcsókolta a Merkel asszony kezét. Pedig ő nem tudja ezt a szabályt, de ő is valahogy érzi, hogy Merkel asszony nem nőként volt itt, hogy beugrottam Pestre ezt-azt vásárolni, hanem ő kancellárként volt itt. Tehát a kancellár, a tanult ember, aki nőből van, annak nem jár ki. A hölgynek jár ki. Tehát egy másik miniszterelnök jön a feleségével, a feleség keze fölé hajolhat. De a tárgyaló felem az a tanult ember, aki nőből van, annak nem kell. Meg már csak azért se uraim, mert ha egyek, akkor már mindnek kell. Tehát el se kezdjék, szoktam mondani. A második az a másfél méteres burok. Hát megjegyzem, hogyha nekem van egy egész napom, akkor itt erre még legalább egy órát rán tudnék szállni, de egyelőre hagyjuk. A következő burok az a másfél méter, az a személyzóna, a döntés távolsága. Bárkit bármikor döntésre akarok rábírni, egy asztalnál egymással szemben kell leülni. Az asztal köt össze minket. Ha fönn van a kezem, akkor rá meggyőzöm. Ha hátradőlök, akkor egyrészt a gravitáció győztök, a minden megy lefele. Egy perc alatt, akkor a sibidibidabada. Ha fönn van a kezem, én magam is más szavakat mondok. Tehát amikor arról beszélek majd, hogy egy állásinterjúon hova üljek le, szóba fogom hozni, hogy az asztalhoz kell valahogy eljutnunk, mert ha fönn van a kezem, a másik is komolyabban visel el engem, mert figyelünk és szemkontaktus. A apró tanács, egyszer mentem egy céghez tanácsadásra, és a íróasztalból ilyen T-formába jött ki a tárgyalóasztal. Ugye a házigazda kezet nyújt, míg a házigazda irányt hova üljek le, és a T-nek a szárára rakott le engem, ő meg leült velem szembe, igen ám, de ez nem asztal volt, csak az a 70 centis pad. És ahogy így leültünk, összeért a fejünk meg a térgyünk. És ő mit csinált? Így. Na most, aki így hátadról, azzal nem lehet beszélgetni, az az ilyen, elzártam-e otthon a gázt.
Akkor figyel, mikor leteszi. Ha önökkel bármikor az életben bárki mer így leülni, van egy technika, én kipróbáltam, el kell kezdeni nézni a hónalját. Menten lekapja a karját. Tehát megalázni soha nem hagyom magam. Hónalja lekapta, beszélgethetünk tovább. És ha ez nem is tárgyalóasztal, de egy döntéstávolságban, szoktam mondani fiatal lányoknak, hogyha szakítani kell egy pasival, olyan presszóba kell menni, ahol normál magasságú asztalka van, csak az ilyen, maradjunk barátok. Ehhez kell egy asztal. A következő, ez a három és mondja, ez a társadalmi zon, ez a szia, majd hívjál föl, vagy nem olyan fontos, megint pulóver szaga van rólnak, tehát valamitől ellenséges, vagy nem fontos, tipikus példa erre az ülőgarnitúra. Ha bármikor be kell menni például állásinterjún, idegen irodai helységbe, vendégként soha nem szabad leülni a bejárattal szembe levő fotelbe. Ez mindig a házigazda helye. Lakáson meg lehet találni, melyik a főnöki hely. Tévével szembe, távirányító, jobban ki van ülve, körbe van morzsa a házba. Tehát bilván, a legjobb az ilyen, hova szabad ülnem? Hogyha engem a házigazda ennek a kanapénak az ő felé eső végére rak le ide, itt másfél méteren belül vagyunk, de ilyenkor mindig ő akar valamit tőlem. Tehát már túlmentem az állásinterjús rostákon, vagy mit tudom, hogy intézzem el neki, szóljak annak. Például a felmondásra a legemberibb távolság. Engem mondjuk mobilon küldtek el, de hogy. Ha magamtól eleve ülök le ide, akkor ő ezt támadásnak érzi, és hátradől kezét, lábát főpakolja, az mindig az ő döntése. Bennünket zömmel a szembefotelbe tesznek le, hogy lehet innen szembefotelből mégis győzni. Valamikor 20 éve mondták, már lassan 30, hogy kösek életbiztosítást. Örökösöm nekem nincs, én nem kötök. De nagyon jó a cég, legalább fogad, hát a parlamentbe rendeltem be. Az ember a háttérrel eldönti, kivel mit akar elérni, nem? Mással ülünk le egy presszóba, mással a padatet. Na, átér a Kossuth téren, majd csak összemegy. Üzletkötő megjelent, ingnyakkendő öltöny, tiszta cipő. Uraim, felnövekvő és felnőtt uraim. Csillogó férfi cipő, én már mindent elhiszek neki. És mert nem akartam kötni, a szembefotelbe tettem le, és vártam, hogy ő majd jön engem erre rábeszélni. Én meg majd megyek, mert én meg nem akarok kötni. Tanult az ember, mit csinált? Kedves Ibolya, jöttem ezen az a Kossuth tér, mi ez a parlament, Ibolya maga minden nap ide beléphet, ez a márvány, ez az arany, meg ez a protokoll, kedves Ibolya, milyen érdekes munka lehet, én meg szép lassan kezdtem előredőlni, és megkötöttem a biztosítást. Hát én tudtam, hogy manipulál, hát tanult szakmám. De egyszerűen nem lehet ellenállni. Hát ki mondja a nevemet, arról beszél, ami engem érdekel. Lányok, kell otthon egy új szekrénysor. Apu mondjuk pecás. Ültök, hogy a fotelben, hogy te apukám, ebben a horgászmosorban egy olyan orsót láttam, apukám, hogy három pöcök áll ki. Apukám, miért áll ki egy orsóból három pöcök? Tudod, anyukám? Há, jöhet a szekrénysor. Tehát ha előre jutott, akkor már megvan véve. Az azon kívüli zóna, az a nyilvános zóna, abban nincsen kölcsönös kommunikáció, hogy utcán neki jabál gyerekem. Ez akkor van, ha valaki egy oldalon csak ő beszél, kinyilatkozik, mint templomban a pap, vagy a politikus a szószéknél. Aki egy ilyen szószékhez kiáll, eleve fejhangon kezd el beszélni, és tagoltabban, hogy mindenki számára érthető legyen. És ilyenkor az, hogy hagyd kérdezzem, már nyilván nem merül föl. Tehát ez távolít is. Nos, a zónák ismeretében még el kell, hogy mondjam, hogy van egy állásinterjú, van egy olyan asztalformáció, amikor körbe asztal és középen luk van, ez a karámasztal. Kis luk, nagy luk, tehát körbe van asztalok így rakva, és középen van valami luk. Ez borzasztóan távol, ez messzebb van, mint a szembefotel. Ugyanis köztünk van egy asztal, meg a luft, meg a másik asztal. Ez borzasztó távolság. Ez azért mesélem, mert egyik egyetemistám mesélt, hogy állásinterjúra. Az állásinterjú az most a divat állásinterjún, hogy a jelöltet rendesen meg kell alázni. A sárga földig. American trend.
Csak hát erre neki még nincsen joga. Hát még nem vettek föl. Majd ha fölvettek a látogatást, de addig ne felejtsék el, egyenrangú vagyok, viszem az árucikket, és te meg mit adsz érte? Állásinterjúm még nem vagyok alárendelt. Na azt csinálták vele, hogy ennek a téglalap alak, vagy a középellukas asztalnak a túlsó oldalára leült 4-5 igazgató, és neki egy darab szék volt letékve erre az oldalra összesen. Tanárnő innen, hogy lehet győzni. Hát mondom, olyan nagyon sehogy se. De nem hagyom szó nélkül. Jó napot kívánok! Jaj, de magamra maradtam ezen az oldalon! És nem úgy ülök le, hogy... hanem így. Hát beszélgessünk. Hát a másik állásinterjú, azt el sem akartam hinni. Ha nem olyan mondja, ezt átélte, el sem hiszem. A terem üres, a végén van valami 4-5 igazgató, és a szoba közepére van kitéve egy szék. Utoljára autódaféktán a boszorkánypereken volt ilyen, nem? Hogy innen hogy lehet győzni? Hát mondom, jó formása, úgyse, de megint nem hagyom szó nélkül. Jó napot kívánok! Gondolom ez nekem van, de köszönöm szépen. És nem úgy ülök le, hogy... hanem hajlatig, A4-es mappa az ölembe, 92 fokba. Tehát soha, most a tokámtól nem fog látszani, tehát nem 90 fokon, 92-be tartom az államat. Tehát nem így ide föl ennyire, és bezuhan az önbizalom, csak mondom. Na, a... Zórák is, mert hogy kell valakit kísérni. Imádom, mikor megérkezem, és mondják nekem, hogy tessék parancsolni. Megyek utánam, jön, elágazik. Most merre? Balra. Most merre? Most jön. Leszakad a nyakam. Hogy kell valakit szépen kísérni? Fogadom, akkor kell kezet nyújtanom a vendégnek, hogyha hozzám jön, vagy ha én is tárgyalok vele. Ha az a munkám, oda kísérem valakit, akkor nem az én vendégem, hanem majd az övé lesz. Tehát szemkontaktusom, mondom, tessék parancsolni, feladni, és félvállal megyek előtte. Ha beszűkül, megint megyek, megint. Mindig félvállal előtte kell menni. Nem teljesen, beszűkül, szűk a folyosó ott is, előtte. Ajtóhoz, ha érünk, kimenjen belsőnek, mondják, hogy a nőt kell előre engedni, kivéve a kocsma, a repül a kés. A hír igaz, tehát nyilvános hely, kocsmaművek, büfék, presszó, étterem, mindig a férfi lép belsőnek. És lányok, ezt nem tudja a párunk, rá kell nézni a párunkra, a kilincsre, meg a párunkra. Már nyitja is. A Facebookon írt egy fiatal ember, hogy a Valentin napon a barátnőjét elvitte étterembe, és ilyen földi üvegfalú volt az étterem, és ő belátott, hogy ez egy jó hely, hogy akkor is a férfinek kell előre menni, mondtam akkor is. Na, de hogyha ez nem nyilvános hely, mikor előrengedni azt a nőt, vagy azt a fölé rendeltet, attól függ, hogy az ajtó merre nyílik. Ha én felém nyílik, kinyitom, és előre engedem. De ma már minden ajtó amarra nyílik. Na, apu, anyu mennek színházba, apu utcáról tartja, már szakad le a keze, anyu mellette puff, az egész visszaesik. Ha az ajtó amarra nyílik, az alárendelt felgyorsít, nem a másikat löki, ő gyorsít föl, és belül tartja az ajtót. Nem engedi rá vissza. És itt több probléma van, például több vendéget kell kísérnem. Ha én megvárom, hogy bemenjen mind az öt, akkor a fővendég majd elől, hogy ma merre kell menni. A fővendégre hegyezem ki, amikor ő átlépi a küszöböt, azonnal lépek elém mellé, ahogy meg elengedem, oda mosolygok, hogy innen fogja te, és megyek a fővendég elé mellé. Melyik a fővendég, amelyik elől megy? A másik gond, hogy például annak ide protokoll főnökként kísérem a francia nagykövetet. Na most ilyenkor ugye nem nő vagyok, hanem a tanult ember, aki nőből van. Ahogy ott kinyitom, excellenciás úr, ó, nem asszonyom, tessék. Akkor nem kezdjük el, hogy de maga meg tessék meg maga, hanem én feladtam, akkor köszönöm, belépek, és nem úgy, hogy na, innen ma én megyek el, hanem belépek, megvárom, míg ő is belép, és megint megyek előtte, mellette. Lépcsőre lépcsőn föl. Aki a lépcsőn fölfelé megy a gravitációtól, ugye hátrafelé tudna, és ott hátulról kell védeni. Elmegy a nő, alatta megy a férfi. Szoknyája alá lát. Uraim, övnyi szoknya alá, alá kell. Az azért ilyen picinke, hogy látszódjék. Ez nem egy nagy kunst. Aki meg egy normál szoknya alá, az 2-3 lépcsőfokkal lejön. Nyilván nem egy rendező elv. Aki meg lefelé megy, mivel előre van a lefelé, lentről kell védeni, alárendelt, fölé rendelt.
És van még a lift, azt mondja a magyar szólásmondás, hogy a liftbe az anyóst kell beengedni előre, hát ha a fülke nincs ott. De veszélyes üzemmód. Na most, hogy én beszálljak a vendég elé, vagy a férfi a nő elé, akkor lehet csak, ha nagyon nagy ajtós és belül van a gomb, akkor a gombhoz beáll. De a moderneknél pedig kívülről tartja az ajtót, és jelzi, hogy én bemehetek. Na, bennünket nőket beengednek, vagy beszállnak a férfiak. És emellett, hogy nyílik az ajtó, az ilyen, tessék, mondjam, tessék, mondjam. Hát én meg nem férek ki. Akkor az ajtóban van akár férfi, akár nő lépjen ki, és ha igazán úri ember, akkor nem kilép és elmegy, hanem kilép, megvárja, amíg kiszállnak a nők, és aztán megy tovább. Hát ettől mi elájulunk, hogy kvázi ugye vigyázott ránk, milyen elegáns. Tehát ez sem mindegy. Ha megyek bárhova, különösen hivatalos alkalmakna, állásinterjúra, mindig a tóliget kell megbeszélni. Várjuk 9-re, köszönöm, mennyi időt szánnak rám. Tehát nem azt mondom, hogy azt meddig tart, hanem mennyi időt szánnak rám. Azért kell tudni a tóliget, mert a vendég, aki érkezik, tudja, hogyha neki 40 perce van, akkor meg ennyi, meg ennyi, meg ennyi fog beleférni. Sőt, ha várakoznia kell, akkor elvben mondhatja a fele időnél, hogy a hátralévő nem elég, és kér egy másik időpontot, mi kivárjuk. De egy keményebb porosz már simán hazamegy 20 perc után. A fogadó felett meg azért védi, mert a tárgyalás mindig a fogadó fél nyitja meg. Tehát ha én fogadok valakit, vagy megyek valahol állásinterjúra, akkor nem én, aki megyek oda, kezdek el beszélni, hanem a házigazda mondja, hogy milyen szép időnk van, süt végre a nap, nagyon helyes, köszönöm, foglaljon helyet, és arról lenne szó. Tehát ő kezdi a metabeszélgetést, ez a szép időnk van beszélgetést is, meg ő mondja azt, hogy nos, hallgatom. Vagy arról lenne szó, tehát mindig a fogadó fél csap a lecsóba, és a fogadó fél is fejezi be. Akár tárgyalást, akár étkezést, a meghívó fél, a fogadó fél fejezi be. Ő mondja azt, hogy hát lejárt a 40 perc, menjen haza. Vagy csak annyit mond, hogy... Tehát adja a jelet, és ezt vendégként érezni kell, a vendég áll föl, utána a házigazda is föláll, és a házigazda nyújt, elköszön a vendégétől. Ehhez képest késés nincs. Egyszer és mindenkorra felejtsék el. Ilyen vagyok én, mindig kések. Hát miért büszke rá? Nincs késés. Európaiság nem engedi meg, mert olyat veszek el tőle, amit soha többet nem kap vissza. Az időt. Darvas Iván írta a könyvben, hogy aki engem várakoztat, engem kicsit meg is öl. Mert elfogyott az idő, az már nem jön vissza. Tehát időben kell indulni. Ha meg netántán Viszmajor, mert leszagad a híd, leáll a forgalom, bedugul minden, akkor oda kell szólni. És ha engem 9-kor van, nem 9-kor szólok oda, azt már 8-40-kor tudom, már akkor szólni kell. Tehát kontakttelefonszám nélkül soha sehova ne induljunk el, mert bármi közben. Az, hogy elaludtam, az nem Viszmajor, tehát időben kell indulni. És ez már most, gyerekeim, már most meg kell szokni, késés nincs. Na, a másik ábra is, hát erről akartam hosszabban beszélni, de hát meglátjuk, hogy mennyi időnk marad. Ez azért fontos, mert az első benyomás értéke. Elsőre mit hiszünk el? Azt akarom mondani, hogy legyen szíves, menjen ki. Ebből a verbális rész, hogy legyen szíves, menjen ki, ez csak 7%. Elsőre soha senki nem azt hiszi el, hogy mit mondok. Sokkal inkább, hogy mondom. Mert ha azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki, akkor vagy kint lesz meglepetés, vagy amikor meg visszajön. Ha meg azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki, konkrétan mást mondtam. Tehát, hogy beszélek. Ez azért fontos, hogy az intelligencia ott jön be, hogy milyen hamar érek én vissza arra a tartalomra. Tehát ezen át kell magam vergődni. Ugye emlékeznek még a felnőttek ugye a hangkíséremért, a hebegésével. Hát le kellett kötni magam, hogyha belehallok is meg akarom érteni, mert a vokális eszközök ugye lefékeztek. Ezért tudni kell, hogy nem mindegy, hogy beszélek. Van az ilyen, magyarul beszélek, nem tudom, hogy mond. Nincs benne magánhangzósa, úgy viszél. És ha nem érte meg, akkor arrébb megy, mert nem érte. Tehát meg kell tanulni, kellően ütemezni. Ennek egy borzasztó egyszerű módja van. Minden egyes szótagot ki kell kopogni. Na most így nyilván nem lehet senkivel sem beszélgetni. Lehet tenyérbe kopogni, ember idő után meg agyba kopog. Ami nem megoldás, hogy hát én ilyen vagyok. Az, hogy én ilyen vagyok, nekem ez így jó, engem ez nem érdekel. Jegyzem meg senkit.
A másik nagyon-nagyon terjedő hiba az erős hangos hang. Rengetegen beszélnek hangosan. És a hangos beszéd európaiságban agresszivitás. Pedig ő nem agresszív, csak hangos. Egyébként Svájcban a rendőrező föl is szokta őket írni. Ő miért hangos? Mert ott van Füli Bándon az az iPad, meg ami dobol a fülébe, és a dobhártya, hogy megsérül, és a belső hangot nem hallja. Hát én például nem voltam moziban már legalább 15 éve. Annyira hangos, hogy rosszul vagyok. És egyre hangosabb, mert a nép meg süketül. Az erős hangos hang az negatív, tehát ismerős barát, rokon, családok beszél hangosan, rá kell szólni, hogy már megint hangosan beszélsz. Ha meg vagy idegen beszél velünk hangosan, hát én megmondom őszintén, a lakosságot is nevelem, nem tudom sokszor megállni, nem vert még eddig senki meg. Ül velem szemben a buszon a kicsaj, kétszélyes kicsaj, ül velem szemben a buszon, és utána a Dávid hát megfogta a combomat, én meg elkezdtem, hogy azt mondja, mit néz? Á, mondom, azt hittem, nekem mondja. Tehát, és ezt persze akárkivel nem lehet lejátszani, hogyha olyan beszél hangosan, akire nem tudunk rászólni, el kell kezdeni nézni a száját. Ma a szemkontaktusnál nem a szemébe nézek mélyen, az a szemezés, hanem az arcát nézem. De hogyha hangosan beszél, akkor most csak a száját nézem. És akkor úgyben összeakad neki, csak szoktam mondani. Aztán van a fejhang, ez a mizu-mizu, két kicsi legó, összeillegó, két kicsi legó. Hát ez halálosan sértő, halálosan nevetséges és nagyon szőke. Telefonban ez a kis türelmet, keresek egy tollat. Jaj, ez pont most fogyott ki, de van a fiókon be egy szerúza. Jaj, bevertem a térdem a fiók. De ez a fejhang, ez biztos, hogy mindig szőke. Ugye buta felnőtt, hogy jaj, de arany kicsi magus. Gyerek ott esik ki a kocsijából. Tehát a fejhang ez mindig riasztó, ezt kerüljük el. Nagyon sok a vokális, amire ezt föl lehet használni, ez két dolog. Az egyik, amikor mondtam, hogy az európaiság nem vág oda és nem negatív. De hát valahogy meg csak ki kell mondani, meg kinő a fejemem. Eletartuk, ez az ilyen lányomnak mondom, menyem is értse. Ez a metabeszéd. Most nem, ez nem a beszólásnál, a PESZ-ben sértek. A másik negatívá válik, hanem hogy amin el kell neki gondolkodni, ez annyira jó. Ne aggódjanak gyerekeim, ez a felnőtté válással fog kialakulni. A felnőtté válásnak két legnehezebb stációja, a csókolomról a magázásra való áttérés, meg a metabeszéd. De ezt minden egyes felnőtt átszenvedte, tehát ne aggódjanak. De a metabeszéd mit jelent? Hát a klasszikus példám valamikor 10 éve volt, március 29-én történt, Őrsvezértéri Pesten egy aluljáróba. És a kokárda az két napja, elképpen március 15-én, mondjuk ez 29-én volt, odalép egy ekkora hozzám, hogy rajtad még nincs kokárda. Mondom, ugyanolyan jogom nem hordani, mint neked hordani. Szerintem még mindig ott áll. Tehát, hogy úgy mondjam meg, hogy ott mindjárt ne jöjjön rá, mit hal, ez annyira jó. Egyetemistáim gyülekeztek, és rengeteg az UK hallgatom, és hogy jött be egy fiú meg egy lány kézen fogva, ilyen Hello Kitty szerelemfátyom. És hogy leültek, a kislány oda is bújt a fiúhoz, fiú átfogta a vállát. Hát mondom, előadás alatt ezt nem kéne. Hát mi közöm nekem ehhez? De hogy szólja ki rájuk, hogy nehogy azért, hogy én vagyok az irigy öregasszony? Mondom, fázik a kislány? És hogy szétrebbentek. És ezzel kapcsolatban egyébként mondom a felnőtteknek is, inkább aki már benne van az élet sűrűjébe, egy rossz főnök mit mond? Írd át, ez nem jó. A jó főnök mit mond? Hogy ez a második bekezdés milyen jól sikerült? Hát akkor is át kell írni, de mennyivel szívesebben megyünk neki. Tehát ha bármikor az ember rosszat akar mondani valakinek, egy jóval kell kezdeni. Nagyon ronda rajta a cipő. De jó ez a harisnya, de ez a szoknyával, a cipő, de a magyar, de ez a harisnya. Tehát valami jó, vagy vacsora vendégek látok. Azt mondja a vacsora vendég a végén, hogy ez a desszert milyen finom volt. Hát a többit meg miért főzted meg? Tehát az a meta, ez nagyon... Ugyanis az a lényeg ennek, ez nem a megjátszás, hanem együtt élünk egy földgolyón, és nem lehet állandóan ütközni, hanem úgy gömbölyűen, simán végig kell menni rajta, akkor lesz értelme az életnek. Napi egy metabeszélés már érdemes élni. A másik, amire föl lehet használni, agresszív, üvöltő ember kezelése. Sajnos egyre több üvölt ember vanunk, és üvölt embert üvöltve nyilván nem lehet legyőzni, de akkor hogy? Itt áll és üvölt.
Az első egy agyi, szellemi rákészülés. Hát ilyen falak között már merek egy mély filozófiai műből hozni példát, parafrázis szinten, amikor azt mondja Malacka a Micimackónak, hogy te Micimackó, és az, hogy egy borzalmas feladat azt mondja, hogy hú-hú. Hát azt mondom, hogy trallala. És azt mondja neked másodszorra is, hogy hú-hú. Hát azt mondom másodszorra is, hogy trallala. És azt mondja neked harmadszor, hogy te Malacka. Harmadszor nem fogja mondani. Tehát itt áll és így volt Micimackó effektus májom, amit nagyon sokszor használ. Arcunkra felveszük ezt a nagyon figyelek, és szeretnék én segíteni című arcunkat. Nőknél ajakrésre nyitva. Na most nevetni azt nem szabad neki, galóláb. Az emberek, hogy ne nevessel, hát van egy technika, hogy ne nevessük el magunkat, a szemöldöket összehúzni kicsinkét. Nem teljesen, mert attól még nevetünk, hanem tartani kell olyan középállásban, és akkor nem tud fölmenni a száj. És nem szabad megszólalni azt se, hogy de, vagy én, mert akkor ne szóljunk, újra kezdi. Hagyni kell. Ez annyira jó, az ember ott áll belül már igen nagyon kacag, az meg ott igen nagyon üvölt, és amikor hogy kipukkad, akkor mondom azt, hogy miben segíthetek? Isteni. Most persze, hogy ezt fölfogja, kell egy 95-ös IQ, alatta nem megy. Hát meg ha már fáradt, akkor se nem megy. Mi van, ha nem megy? Egyszer Micimackó, kétszer, és még mindig üvölt, az a harmadik, hogy megkérhetem, ezt tagmat velem szemben, azonnal fejezze be. Milyen csönd lett itt. Tehát le vagyok és halkan mondom, ezért nem érdemes már reggel így menni, mert majd nem tudunk még lejjen menni belőle. De nekem voltak, ugye behozottam, meg kellene fegyelmeznem a munkatársaimat, ment a meló, úgy mentem ki hozzájuk, hogy az a fejezés elment háromkor. És mindenkibe így szakadt bele a madzag. Tehát ezért mondom, ez a normális, ez meg a, az a másik. Na. De legtöbbet azt a látott információ, mindenki elsőre azt hisz el, amit lát. Ránézek, eldöntöm. Az intelligencia úgy jön be, hogy milyen hamar érek megint vissza arra a hétre. De elsőre mindenki lát, hogy ki van pártába, ki van kendőbe. A csokit azt nem olvasom le, hanem már fölismerem és leveszem. Tehát mit azt kell láttatni, amit el akarok magamról hitetni, mert rám néznek és eldöntik. Egyszer mentem egy céghez, egy borzasztó elegáns ilyen General Management Consulting Limited and Company, ez a műgyep, műportás, minden volt. Igazgató nő ilyen picinke övnyi szoknyába fogad, és ez meg nem takar, hanem mutat. Combon van. Hát agyad biztos nincs, elmegyek haza. Ha mindegy, leülök már vele, és kiderült, hogy a nő okos, de ráment másfél percem, és gyerekeim, felnőttek barátaim, kedveseim, nincs másfél perc. Ránézek és eldöntöm. Tehát nekünk azt kell láttatni, a tanult embert kell láttatni. Ez a testbeszéd, öltözködés. Nincsen hosszú időm, de ami a nagyon alaphiba, ez amikor ugye a váltom és a fülibe, de érdekes. Hát nem hiszem, mert mindenki tudja a zsigerből, hogy az figyel rám, aki ezt a felső mellkasát felénk fordítja. Amikor anyukánk mondta, hogy nézlem, ha beszélek hozzád, nem így kellett, így kellett. Ez a fel, ez, és ezt ő bezárva nem érdekes. Ha eleve úgy ül le velem valaki, hogy hallgatom, kedves Ibolya, kezébe adok egy darab papírt, nyíljon le, mert ez még vissza is hat rám, hogy nem érdekel. Na ide, zömmel a férfiak teszik fel, mert a nőknek a mellük úgy van, de a férfiak nagy gyakran felszólt. Miért teszik ide fel a férfiak? Mert mit csináljanak vele? Pedig ám írtó egyszerű, itt van a vállam, itt nincs, ezt megbeszéltük. Ide nőtt ki ez a két kar, itt a helye. De ez itt lóg, ez lóg. Helyette a fiúknál van az ilyen, ez a szabadrugás, ez az ilyen szabadrugás fogát. Ez akkor jó, ha nem beszélgetnek, gyülekeznek, nézelődnek, az igen. De elkezdek valakivel beszélgetni, ezt le kell nyitni. Úgy nem lehet, hogy jó van, ezt le kell nyitni. Na, a zsebre dugott kész, hát nagyon nem szeretjük, mert azt jelenti ugye elsőre, hogy én nagy ember vagyok itt, meg nem nagy senki, leszólást érzek benne. Mit lehet ezzel csinálni? Ha önökkel szemben megáll egy férfi zsebre dugott kézzel, akkor a férfiakkal kezdem, uraim, ha önök szemben állnak, önök szemben állva a bal kezüket tegyék, és a tükörmozgás. Ha ő a jobbot, a férfiak a bal zsebre. Mi nők meg csípőre. Nő zsebre a kezét soha nem rakhatja. Meg nem is ilyen asszonykorúsosan, hanem ide. És ez tükörmozgásból, ahogy észleli, hát
kiveszi. Beteszi mindjárt a másikat, és a másik az agyi rákészülés, és ez az ilyen, már nem kezdem, nem kell már csinálni semmit, már legalább bezuhajon van gyerekek, ő bizalom hiány. Meg nagyon csúnya. Ugye beteszik a zsebükbe a kezüket, uraim, és ilyenkor nadrág hátul megfeszül. Nem minden férfi fenék szép. Bedugják, ugye a zseb az zömmel vászonbélés, és bedugja, és az a vászon fehérjeit kivillan, hát a szemem nem marad szárazom. Persze lehet, jöttük be, keltük be, több férfivel beszélgetek, elképzelhető, de akkor begombolt zakóval. Kigombolt zakóval így a pocimaci. Begombolt zakóval, és ez csak készfejig, tehát nincs benne könnyékig. Ez készfejig van csak, mert ezt karból kell tartani, ez egy meló egyébként. A testbeszédről, na még ezt vegyük, van, aki ezt állandóan így tartja, mondom, szegénynek összenőtt, hogy veti le a kis ingit. Aztán van, aki ütöget, mondom, mikor megy mellé az egész, és van ez a pumpálós típus, hát én nem tudom, de én szerintem ennek elég régen volt jó éjszakája, nem? De ilyen frusztrált a dolog. Néha jó, amikor ott tartunk, hogy mindegy, hogy mit hiszel, erre az egyre figyelnek, akkor azt mondom, hogy de kisfiam, pont történelemből ez a hármas. Gyerek ott be is pisik, csak mindjárt el kell venni. Főnök nem maga mondta, hogy háromkor? Lehet. Csak mondom, mindjárt el kell venni. Valami tárgy, ugye egy toll, de a legjobb az, hogy akartam az A4-es mappa. Azért A4-es, mert írólap méret, írni tud már értelmiség. Egyetemistáim direkt vesznek állást, ilyen kartonpapír, az a gumisarkú fekete ézén mapát, és ezt egyébként a férfiak így rázzák, és akkor mit mond a magyar, hogy jön már a rázogatóska, aki így rázogatná, urak, az új perceket a combhoz nyomva fékezi le. Férfiak itt tartják, mi nők itt. A szőkenél meg itt, hogy jaj, mellem van. Itt tartom, védi az vonalmat, tudok bele kapaszkodni, lépek be, fel tudom kapni a kezem, és ilyen nagyon menedzserlájk, ilyen nagyon tanult ember. Például mennek az állásinterjúra, ha asztalnál, ha sikerül leülni, ezt föl kell tenni az asztalra. Egyébként asztalra soha semmilyen más táskát nem szabad tenni, és estélyi táskát se. A táska helye a karfán, az ölembe, akár még a földön is, de asztalra táskát nem teszünk. Földre nem, mert kimegy belőle a pénz. Én rengeteget próbálgattam, bele sem megy. Na. Hát A4-es mappa fenn van az asztalon, állásinterjú. Hát most én ilyen bután ülök itt ellen, de ez ugye kész, hogy normális magasságban ülök, ugye? És miközben beszélek, ezt csöndbe átteszem, és megint rajta hagyom a kezem. És attól, hogy megfogtam, átraktam, és így visszajöttem, ez egy ilyen tanult ember cunamit fog levágni. Oda-vissza már nem szabad dobálgatni, egyszer teszem át, és vissza a kezem. Egyetemistának mondja, hogy tanárnő, ez nagyon bejön. De ha nincs nálunk egy, és az a legfontosabb része, értem az előadásomból, ha semmi más, de ezt viszik el magukkal, ami most jön, akkor már nyertem, a hátul összefogott kéz. És nem ilyen ezredes úr, vagy ez a megcsapom, hanem tenyér a tenyérbe. Ezáltal ez a figyelő, ez kicsit előre billen ilyenkor, ez a Habsburg Otto, Károly herceg. Azt jelenti, hogy figyelek rád. És ezt ne felejtsék el. Embernek annál drágább hírt adni, mint hogy én figyelek rá, nem lehet. Hát aki ér rám figyel, hát milyen rendes ember. Na én ezt ott fönn gondolhatják, volt kint kipróbálni, de Kőbányán 10 emeletes panelban lakom, 10 emeletnyi ez az elszegényedett tisztaságban, de engem kedvelnek, én rossz indulatú, mindenki rosszat mondanak, hogy értem én ezt el, van a földszinten a Margitka. Kivétel nélkül minden közösségben van és lesz egy Margitka. Van, ahol kettő. Lehet, hogy egyébként férfi, ez a kútmérgező típus. Áll a kapuba, ő a ház szervere. Lemegyek, mondom, jó reggelt, Margitka, mi újság? Eddig eljut mindenek, hogy jó reggelt, eddig eljutunk. Mi újság, Margitka? És ilyenkor a sikerhez kettő lépcsőfok, viszont ezt ne felejtsék el. A mi újság után egyszerűen kezdjünk el figyelni arra, hogy mit mond. Nem kell több, durván egy fél perc, még annyi sincs, mikor rájövök, hogy miről beszél, és a csúcsika aranykulcsocskája, ezt ne felejtsék el soha, kifejtő kérdést kell föltenni. Tehát nem azt, hogy igen, hanem hogy és hogy történt, drága? Elkezdi mondani, hát nekem erre meg nincs időm, tehát és hogy történt, drága? Beszélünk majd még, jó? Puszilom. A kifejtő kérdés, kedveseim, barátaim, ismerőseim, rokonok,
falakat bont le. Mert az emberek erre ki vannak éhezve. Mindenkinek saját maga a legfontosabb, és a kifejtő kérdés előtt ki tudom nyitni. Hát Amerikában a pszichiáterek azért millió most meghallgatják. Nem tesznek fők még kifejtő kérdése. Rá, hogy figyelek, és a kérdésre tesz föl, milyen rendes ember, ez mindenkire hat. Egyetemista a fiú jön oda hozzám, tanárnő, szeretnék járni egy lányal, és akkor a tanárnő mit javasol, hogy az a lány is akarjon ő vele járni, hát mondom, beszéltesse. És a ronda fiú, akit ne imádnánk meg, ha kérdezi, magamról beszélhetek? Hát a világ legjobb témája. A kifejtő kérdés. Most például vannak ezek a szép kártya, meg ilyen kártya, egy hét wellness hétvége, hogy legalább két napig velem foglak foglalkozni. Mi leszek a fontos? Erre mindenki vágyik, aki tagadja, az is vágyik rá, hogy ő legyen az érdeme. Tehát a kifejtő kérdést falakat bont le. Ez egyszerűen megkérdezte, és kész, imádom. Hogy lehet ülve ráfigyelni? Soha nem szabad elfeküdni a széken, ugye aki elfeszik a széken, megint a gravitáció győz, és egy perc alatt alszik. Be kell tenni mindig a hallatig a fenekemet, és a derekam egyenes, ugye kb. Lapockáig. Na most mi nők ülünk, ez nem lehet fotelbe. Fotelbe az ember beleül, onnan másik kettő veszi ki. Ha meg bemegy végig, akkor meg a lába áll föl. Ilyen süppödösöknél a karfánál ülök úgy le, hogy a karfával még támasztom a derekam. Na most mi nők ülünk, tesszük a lábunkat föl, Erzsébet kány, holnak nem tette föl a lábát, ugyanis. Ha például állásinterjúnál nekem a tanult ember fog győzni. Üzleti tárgyalást tárgyalópartneremmel a tanult ember fog győzni, tehát semleges módon kell alatta kinéznem, hogy innen ne vigyel semmi a figyelmet. Tehát zárt térden jobbra-balra előre, lehet bekulcsolni, ha bekulcsolom, akkor a térda soha ne nyíljon meg. Ha meg fölrakom, mert fölrakjuk. Ha fölrakom, azt annyira mellé kell hozni, hogy bökacsont a lábszárhoz és lábfej lehajtva. Ez egy perc alatt el is zsibbad egyébként. Ugyanis mihegy kívül van a láb? Lábrázás cipő kibe, az egyértelműen női szexuális felhívás. Minden, ami a lábra viszi a figyelmet. Uraim mennek az országúton, ott állnak a lányok. Honnan tudja, hogy ki vár a buszra, és ki a munkanélküli szövőnő? Ha mi van a lábán, nec harisnya, piros cipő, rotosizma szögekkel, oda megy a figyelem, és már ott vagyunk, ahol különbözünk. Vagy szakkollégisták ülnek, lányok lába fönn. Első srác belép, egy-kettőnek beindul. Belép a pasi gyerek, minden lánynak elindul, de minimum pipába fölmegy. Tehát ne rázd a lábad, innen van. Na fiúk, itt el nagy terpezbe, Oki meg a Majka meg a Győzike, a Gangsta Zoli. A nagy terpesszel mi van? Ha megnézzük a dokumentumfilmeket, vezér, hím, oroszlán, mikor a hátán gömbölyedik terpesz feszít, vagy a szarvasbikák hajt a szarvasbőgéskor, a bika nagy hátsó terpesze. A comb belső oldalának a mutogatása ez a vezér hím jele. Magyarán minél nagyobb a terpesz, annál kisebb az agya. Nem mondunk hosszú szavakat. A másik tipikus ez a biznisz, amikor így fönn van a lába, hogy hallgatom, kedves Ibolya, nyitva vagyok én apám, de itt van talán meg is fogja a marcinkot, az oszkincipőt, mindent, csak tényleg elzártam azt a gázt otthon. Akkor figyel, mikor letesz. Itt velem valaki úgy ül le, hogy hallgatom, oda szólok, hogy nem esett le valami? Azt mondja, hol? A tanult ember párhuzamos combokkal ül kisterpezben. Ne menjenek szanaszét kisgazdásan, hanem párhuzamos combokkal kisterpezben, és előre-hátra el lehet nyújtani. Nonverbálisokhoz az el kell mondjam, mert most volt rá példa, az ásítás. Nagyon sok mindentől lehet. Műlevegő, műfény, meleg van, oxigénhiány, vagy egész éjszaka csapatépítés. De mindig azt jelenti, hogy én téged unlak. Borzalmasan sértő. És nem a szájüreg látvány, hanem a tény, hogy ásít. Mert ugye így is látom, vagy így is. Ha mostantól kezdve bárkinek ásítani kell, ne felejtsenek el engem. Lehajtani a fejem, elgondolkodom, zsebkendő mögé, az mostantól mindig titkolni kell, mert borzalmasan sértő. Tehát eltitkol. Na zsebkendő. Hát meleg leves orrfújás. Hát egy jó forró halászlétől az angol királynőnek is megolvad a cucc. Ezért protokollban csak száj meleg levest adnak, de a húsleves meg csak forró, jó? Imádom, amikor elkezdik, hogy bocsánat. Hát már mindenki látja, mit csinált, mekkora átfújt, milyen a zsebi. Papír zsebi, tépőzára sem. Én mit csinálok? Megtörlöm, és aztán nézem fel, és nem úgy, hogy
jaj, lehet, hogy megfáztak. Tehát nem vonok bele másikat. És akkor a harmadik az a tüsszentés, ha már itt tartunk. Ez egy biológiai megnyilvánulás. Ki az, aki a biológiát túljátsza? Nem tehetünk, mert ez a biológia, és aki jön. Ki az, aki ezt túljátsza? Az lehet, akire eddig a kutya nem figyelt, mert olyan jelentételen semmi kis emberke, de majd most fog. Ez a hapci, 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 mindig hetet tüsszentek, vagy ez a hely magyar ember, hely magyar tüsszent. Intelligensebben, minél zártabb szájjal, vagy idős zsebkendőn, akkor a kezünkkel fölkészülünk, és bizonylag zárt szájjal tüsszentek. És nem nézek föl, hogy szép volt-e, vagy nem kérek elnézést, mert nem tettek volna. Tehát minél kevesebb eseménnyel zavarjam meg. Kívánjuk egészségére, az emberiségét kétfelé szakadt. Nagyobbik fel azt mondja, hogy ez tüsszentésen lelegő, kimegy, tehát meghalsz, az elsővel újjászületsz, tehát egészségedre kívánja. Az emberiség másik, az angol nevetetés, tehát Nagy-Britannia volt brit gyarmatok, ott azt mondják, hogy mivel biológia, tehát emberi gyengeség, ezért szemem se rebben, és nem kívánja. Az angolban a bless you, az nem az egészséged, hanem az a God bless you, Isten áldjon téged, és azért nem használja a művelt angol, mert a pestis betegség első jelzése a tüsszögés volt. Tehát pestis sárvány, valaki tüsszentett, hát akkor God bless you neked, tehát ő azért nem használja. Akkor mi most mit csináljunk? Kívánjuk vagy ne kívánjuk? A befogadó kultúra, a helyi szokás számít, nálunk mi ezt zömmel kívánjuk. De ez csak egy maximum 2-3 ember, innen oda nem. Onnan-oda nem, ez egy 2-3 emberes csak, tehát nem kell állnom, nem kell lesz nagyobbra benne. Na, a nonverbálisok része az öltözködésünk is. Tulajdonképpen erről lehetne megint beszélni órákig. Egy mondat. Azt kell fölvenni, amit el akarok magamról hitetni, mert rám néznek és eldöntik. Fehérképpen vérnyomásmérővel az orvos. Vérnyomásmérő nélkül az meg pék. Vagy hentes. Tehát ránézek, eldöntök. Tehát nekem mit kell fölvennem? Abban a szerepben, hogy állásinterjú, vizsga, üzleti élet, napi gyakorlat, ugye a tanult embert kell fölvenni. A tanult ember egyik veszély, hogy mi a divat. Aki arról híresül, hogy napra készen állandóan brand new divatos, azzal nem szoktunk elbeszélgetni Nietzsche és Kierkegaard filozófiai különbségeiről, mert erről már neki nem maradt ideje elgondolkodni. A másik a veszély az a sportosság. Sajnos nem tudunk kibújni alóla. Minden médium masoga, már legalább 15-20 éve, hogy sportos légy. Aki nem sportos, nem ember. Hát pedig azért az, na de sportolni megyek én oda. És akinek van egy sportáruháza, az nem menjen sportolni, mert ő nem sportol, hanem árulja. Tehát a szerepemhez kell öltözködni. A tanult embert kell fölvenni, és hoztam ugyan példákat, de nincs időnk végigmondani. A lényeg, amire én szeretnék kitérni, hogy lehet nadrág is egyébként a lányoknak, csak a nadrágot le kell érni a bokáig. Nem, mert ez a kapri, ami 10 centivel fölötte van, vagy még rövidebb, az hova viszi a figyelmet, ahol különbözünk. Tehát le kell érni a bokáig, és kell a csípőtakaró felső rész. Hát azért hoztam az idősebb korosztálynak is egy-két ilyen példát. Amire kell akarok tenni, az elegancia. És az elegancia az nem pénzkérdése, és nem öreges fogalom. Egy fiatal is lehet elegáns, egy szoknya, egy lúz, meg egy sál, és már elegáns. Az elegancia az bentről jön kifelé, és nem pénzkérdése. Az elegáns ember nem késik. Elegáns embernek az asztalán rend van. Az elegancia az bentről kifele jövő dolog, és a rendezettség, az ápoltság, az elegáns ember nem kócos. Nem folyik el a szemfestéket, az a belről kifele jövő dolog. Ez alkalmi, hát ehhez vékonynak kell, én egy ilyet fölvennék, úgy néznék ki, mint egy nyugdíjas meteorológusnő. Akkor szabad begombolva hordani a blézert, ha a mellbőség nem több, mint 85, majd több, mint 85, akkor a mellbőség magasságában gombolódszik, és akkor ez már megint ugye az ilyen meteorológusnő lesz, tehát akkor inkább kigombolva. Övnyi szoknya nem takar, ha nem mutat combon, van, agyam nincs. A fél combig érő, az a mini, az akkor jó, ha valaki nem múlt el 25, na jó, 30. De itt aztán vége van, és szép lába is van. A legtutibb az a térden felül kétszer, és ebben a félcombig, ebben a minibe, ebben csak állni szabad. Mert ebben lehajol, mint nővérke a kórházba a ketteskéhez, egyébként infarktussal viszik el oda. Tehát hostess. A hostess azt hordhatjam, az nem hajol le. A térden felül 2 centi az iher. A felső részünk nyáron 40 fok melegben sem lehet ki, a tanult ember szerepben ez a vállőv. Ez minden kultúrában a nőt jelenti, a dögös, a hús. Templomba be is kell takarni a vállunkat, igaz?
A dekoltásnál meg hát azt tudja minden férfi, hogy egy nő, hogy egy férfi számára a női arc, az valahol itt ér véget. Mondtam, nem tanárnő, ott kezdődik. Tehát minél inkább kirakom a bögyömet, annál inkább effektíve a bögyömhöz fog beszélni. Nem is hallja, hogy mit mondok. Vagy amiket ilyen bankfiókban, például az előgombos blúzos, akkor úgy van begombolva, hogy ez a gomb, ez csak így rá van húzva, nincs begombolva. Ügyfél meg, hogy mikor nyúl már hátra már, mikor hajom már, mert nem bír máshova nézni, és ha azt rakom ki, akkor azt hiszi el rólam. A csizma és a bokacsizma az utcai viselet. Ha valaki íróasztalos munkánál ott ül csizmába, akkor azt mondják, hogy most jött vagy, menne már. Ezt bent lányok le kell vetni, és fel kell venni egy benti cipőt. És nincs rá jogom, de szigorúan megtiltom a papucsot. Ez a, hát megyek már, lemosom a csempét, derekán a kardigán így megkötve, mert hogy vesés, hát megyek a fénymásolóba, az uram is ver, ez a papucs. Abba állandóan szerd, abba mindig szerda van. Benti cipő. Holnap csütörtök. Tehát más emberek leszünk benne. Gyakran hívnak meg pedagógusok, és igazgatónő fölhívott pár napra rá, hogy Ibolya, már három tanárnő nem jár papucsba. Mondtam, van Isten. Na, tanult ember, aki férfiből van, ugye a parasztember mit mondott, tanult ember az a pantallós, mert a gatyához képest a pantalló, a szabott nadrág volt a több, ma az innyakkendő a több, rossz hír, de hát ezt tudomásul kell venni, ütközésig fel kell húzni. Ez már rossz. Ennél az, amikor kigombolja, és úgy húzza le, azt hívják úgy, hogy letolt gatya. Akkor már inkább vegye, és ha nincs nyakkendő, akkor egy gombot meg kell gombolni, hanem begombolt egy nyakkendő nélkül az a népi táncos. Tehát egyet meg kell gombolni, nyilván nem szügyig, és a férfiak, gallért a férfiak soha nem hajthatják ki. Ahogy mi a blúzt kihajthatjuk, a férfiaknak az bévül kell tartani. Hát ezt a lányoknak hoztam. Erre mondjak lányok, hogy de kit érdekel az az innyak? Na jó. Hát pulóvernél is bévül van. Na, a férfi zakónak a legalsó gombját nem kell begombolni, soha. Tehát mikor bemegy a programozásba, az végig begombolja a tévébe, hogy pocsi-maci, lentről számítva az elsőt, és ennek össze kell így csúszni. Zakót levetni azt a fogadó fél ajánlja fel mindenkit. Vendégül, hogy az emelek van magán a levetkőzők, én azt nem lehet. Meg kell várni, míg a fogadó fél azt felajánlja. A gyerekeim mennek fiúk állásinterjúra, és az illető önöket meri ingújba fogadni. Neki erre nincs joga, hát a legbújtabb amerikai filmekben is, mielőtt a vendég jönne, ő fölveszi az akóját mindenki. Na, ő meri önöket ingújba fogadni, önök meg fiúk ott állnak öltönybe, nem telik el két perc, és átmennek ilyen érettségizős hangulatba. Hát, hogyha ön, vagy ha felnőtt férfival is előfordulhat, hogyha ott állnak öltönyben, és ő meg ingújba, akkor az első, ebben a metaszakaszban, szép időnk van szakaszban, tényleg milyen meleg van magán, a levetem én is nem baj, jó? Levetem, és akkor a két ingúj már tud beszélni egymással. A nadrág akkor jó hosszúság, hogy eltakarja hátul a cipőt, a sarokra már nem ér le. Ez elő fog vetni egy bugyot. Ha a bugy nincs, a nadrág rövid. Ha túl bugy van, az mások. A három bugy az meg a harmonika. Egynek kell lenni. Ebben hogy tanult ember szerepben egy férfi nem vesz föl bermudát. De azért lányok, bermuda, vékony szőrös lábszár, zokni szandál. Hát szép, hát most mit mondjál szép. Nagyon sok mindenről lehetne még beszélni ötözködés kapcsán, de nincsen már rá időm, negyed órámat, és nagyon fontos, hogy ez a 7%-ról nem beszéltem meg, amikor megszólalunk. Azért fontos rész ez, mert amikor elkezdünk beszélni, ez az emberré válásnak a dolga, hogy beszélünk, a legfontosabb dolog, és nagyon sok ember tudok egyszerre megkérni, és tényleg őszintén mindenkit, egyszerűen állítsuk meg ezt a végtelenül csúnya beszédet. Most minden a vaze. Egy Grécsi László cikk van most van a neten, ami a B nevű igével el lehet tulajdonképpen mindent mondani. Elből, megből, összeből, szép. De a magyar nyelv hol van mögüle? Hát ezzel csak ócsítom, szegényítem a magyar nyelvet, az nem szabad. Tanárnő most mindenki így beszél. Engem az nem érdekel, én nem beszélek így.
mert kocsmaszint, hiába van rajta, jól szabott öltöny, innyakkendő, diploma, minden, és egy ilyen, hogy pisálni, és már kiírta magát, már nem kultúrember. Egyetemisek gyülekeznek, és az egyetemisek úgy felvágták az agyam. Észrevett, elnézik, hogy mondja azt legközelebb, hogy te, engem úgy felidegesítettek, így fognak mondani, hogy milyen szavakat tud ez? Tehát az a érdekesebb és elegánsabb, de is elegánsabb, érdekesebbé válok abban a társaságban, hogyha ilyen szép szavakat mondom, nem elből, hanem elrontottam. Hé, már figyeld, hogy beszél. Tehát ez lesz a különleges, higgyék el nekem. Hát a másik szörnyű élményem volt, nagy multi cégnél női most előterébe két lány beszélgetett. Mondom, ne haragudjon, de annyira csúnyán beszél. Azt mondja, hát én ilyen vagyok, ilyen mocskos szájú. Hát mondom, ez nem olyan, mint a fél láb. Erről lehet tenni, még úgy büszke is volt, tehát vigyázni vele. A másik, ezt inkább a felnőtteknek mondanám, nagyon kell tudni, hogy kivel beszélünk, mit ért meg a másik. Hogy tegnap voltam az ügyvéd úrnál, te olyan szimpatikus egy fiatalember, olyan okos. Azt mit mondott? Nem tudom. Tehát nem az a lényeg, hogy én ilyen szofisztikáltan ilyeneket tudok mondani, hanem hogy megérti a másik. Hát tanító ember szakmában van ez a kompetencia. Megvannak a kompetenciái. Ha elvesztette szerencsétlen megjövőkenek az orvosnál, vagy ami nem kell idegen, képessége, van erre magyar szó. Egy ilyen egyszerűbb szülőnek, hogy a gyerek kompetenciái nincsenek meg. Mi? Egy elhagyta. Tehát nem tudja, hogy mit mondok neki. És egy utolsó általános tanácsom, amit nagyon szépen mindenki szilleljen meg, a nyelvtanilag hibás beszéd olyan, mint a szájszag. Hogy beszélnek még ott fönn is? Hetente legalább egy neme volt, a megcsapja a fülem, meg ilyeneket, hogy én, mint képviselőként. Már nekem ez is sok. De amit nagyon sokan még teszek, hogy tanult ember is téveszti, hogy az Európai Bizottság aki, az országok között Luxemburg aki, az a cég aki, az meg ami. Mert van aki élőlény, és van ami meg nem élőlény. Most mindenki élőlény, a spongyabob világát éljük, ilyen sétáló szivacsok járkálnak az utcán, katyám. Léci, keszike, puszika, voltunk shopizni, vacsira volt pacipöri, cunci, ez a kis tünci-pünci, ahol lakom van, hogy mondom, szidrúk, a maradt még egy kenyér. Ó, persze, Ibike, ő jó lesz, ő. Hát mondom, majd leülünk este, megiszunk egy sört, elvezünk, ez az őt, az a dossziét kérném őt. Hát van őt, az élőlény, meg az meg a tárgy. Ne engedjenek a tünci-püncinek, olyan édinek, mert az már nem az a szerep. Egy szállodába mondom ott a büfi asztalnál a szakásnak, hogy ez a szósz, ez miből van? Azt mondja, ő, mondom, akkor nem kérem. Na, amire ki akarok térni, a tegezés-magázás kérdése. Ma mindenkit tegez. Nem tudom, megfigyelték, ez egy ilyen városi általom. Pedig a magyar mit mond? Hogy együtt őriztünk libát, vagy nem őriztünk együtt libát. Tehát a társadalmi szerepen fog számítani, és nem pedig az, hogy hány évesek vagyunk. Persze, most persze, hogy tegeződnek, hát az evidens. De már egy munkahelyre bekerülve tudni kell, hogy akárkit nem lehet letegezni. A tegezés kikezdheti el, ha csak nő van, idősebb nő a fiatalabb nőnek, és nem rangra, hanem korra. Ha csak férfi, idősebb férfi a fiatalabb férfinek. Tehát ez kor kérdése. Vegyesben viszont kizárólag csak a nő kezdheti el. Ahogy mondtam, hogy a férfi fölérendelté válhat, hogyha azonos szervezeten belül magasabb rangú, a tegezésben viszont még ő sem. Az mindig a nő a járfolyam. Tehát az, hogy tegezhetlek, ez már tegezve van mondva. Megüzenni kolléganővel, hogy szólj már neki, hogy tegezzel le. És a vrát fenne, hogy a tegezésre tegezés a válasz. És a lányoknak mondom, bekerülnek egy munkahelyre lányok. Velem előfordult, és azóta is, ha eszembe jut, így összerázkodom. Jött egy új kolléganő, még bent dolgoztam, mondom neki, hogy szerbusz, én görögi vagyok. És azt mondta nekem ez a fiatal nő, hogy csókolom. Ott meghaltam úgy, ahogy vagyok. Tehát munkahelyen tegezésre tegezés a válasz. Legfeljebb, hogyha nagyon öreg, nem mint én, nagyon, akkor szerbusz Gizé néni, hogy vagy? Tiszteltem Józsi bátyám, hogy aludtál? Tehát lehet úgy tegezni, hogy a reverencia benne marad. A felnőtt gyerek kapcsolatban, hogy a gyerek a felnőtt, tehát csókolom hozzá és kezicsókolom között, tetszik elé.
Ha ez kialakul szomszédnénivel, egyebekkel, ez akkor lehet változtatni, hogyha a felnőtt áll rám szól. Mert amíg a felnőtt nem mondja, hogy most már tegezzél, vagy nem magázza le, mondjuk én, mint a szomszéd kisfiú, hogy csókolom, 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 én mondom azt neki, hogy jó napot kívánok, ötször köszön, jó napot kívánok. Tehát azt a felnőtt váltja, mert ha a felnőtt nem vált át, akkor még 20 év múlva is csókolom és szerbusz. De 18 év felett megismert mindenki már felnőtt, fiatal felnőtt, tehát 18 éves kor után már nincsen tetszikelés. Ez borzasztó nézve, ne izgatok, ezen minden felnőtt átment. Tehát ezt mindenki túlélte. Hát tegezésre, mi van, ha felnőttek vannak, mondom, olyan tegezésre, akivel nem akarnánk tegeződni, azt mondja, vagyadegenként belép, hogy hello. Ez a hello, ez meg nem egy szó. Mondhatna az, hogy Zeller. A hello-ra a válasz, jó napot kívánok, és jelentem, nem jó napot vegye le a kalapot, tolja le a gatyáját is, hanem jó napot kívánok. Tegyük hozzá, kívánok, jó napot kívánok. Na ez nem, tovább nem vesz észre, tovább tegez, a második az ilyen, hol is találkoztunk, vagy a múltkor már tegeződtünk, vagy apukám házában lakott. El se érti, meg tovább tegez. Ha a fiúk ezt érzékelik, akkor utána azt onnantól kezdve magázódik el. Nem kell elnézést kérni, mi történt, onnan magázódunk. Ez a hellós el se érti, meg még tovább tegez, akkor az ilyen, hát szervusz, fáradjon be, bocsánat, fáradj be, foglaljon, foglalj helyet, kérsz egy, eltéveztem, és nagyon látványosan kijavítom saját magam, azt már észreveszi, mert ha nem, akkor le voltunk tegezve. Utolsó utáni lehetőség, hogy akit egyszer tegeztem, még élek tegezni kell, tehát nincs, nem lehet, mit tudom, hogy óvodába jártunk Gézukával, szia Gézuka, közben valahol ő elnök lett, valaki valahol mindig elnök, ha más nem a lakóbizottságban, akkor szerbusz elnök úr, vagy szerbusz Géza, a tegezést, az mondjuk a reverenciát teszem, az a szerbusz igazgató úr. Tehát a tegezésre tegezés a válasz. Az ön és maga, ugye az ön az a nagyon távos, a maga az a szint vagy lefelé, de ezt nagyon nehéz kell mondani, legegyszerűbb, ha valakit megszólítunk, na erre már nincs időm, mert mondom, hogy kell valakit már megszólítani, de ahogy mondtam, hogy a honlapomon, előadásoknál diasor, ott minden fönn van szépen írva, ugyanis még egy dologról mindenképpen kell beszélnem, az evésről, ami önmagában 4 órás téma, mert hallották azt már, hogy láttad te már enni? Asztalnál minden edős, ami a legszörnyűbb, hogy ma már 10 emberből legalább 4 úgy eszik, hogy leteszi a falatot a villára, letámaszt, és ilyen olajfúró toronyszerűen így megy. Vagy a leves, az kijjebb csúsztatja, és így. Vagy ilyen sittesen. Én azt most nem mondom, hogy 2 könyököm a hónom alá, ez a világ elmúlt. Fölrakom föl, hogy oda a könyökömet nem teszem föl. Erre kérem szépen, ez a lekönyöklés, ez valami nem is tudom honnan jött. Na, nincsen több időm. Benne volt ebben, benne van ebben még az egynapos téma, valljuk be, hogy ezt lehetne hosszabban beszélni. A végére még kérek szépen 2 perc türelmet, jó? Mert akarok adni egy ajándékot, ugyanis szerintem ez világosan nem ment. Puff, így figyeltek, látnák ezt a sok arcot, aki néz rám, hát ez valami isteni. Ezt a figyelmüket szeretném megköszönni a végén egy Márai Sándor mondásra, most mindenki Márait idéz. Ez nekem nagyon-nagyon régóta nagyon fontos mondásom, ezt adnám át most ajándékba a végén, hogy a formákról mit írt. A formákat pedig utolsó percig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben, ágyban és asztalnál. És mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés, te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, készfogás, véleményalkotás kialakult végső és kristályos formájához. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak továbbra is zakóban, és este, ha éppen vacsorára hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért. A műveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza, nyugodtan, udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, nagyon kedvesen. Köszönöm.
Köszönöm.